Az Zalaegerszegi Egyetemi Központ az egy kimagaslóan jó évet zárt. A tavalyi évi induló összegünkhöz képest 690 millió plusszal zártunk, ami azt jelentette, hogy 392 millió plusszal indítjuk ezt az évet. Ez különösen azért jó, mert ugye ez lehetőséget ad nekünk ahhoz, hogy szakmai fejlesztéseket végezzünk, és ezeket a szakmai fejlesztéseket, ezeket a jövőnk zálogaként, gyakorlatilag a megkezdett, hát most már mindenki ismeri a tesztmérnök képzésünket és az ottani projektalapú oktatást, annak a kiterjesztésére is tudjuk fordítani, tehát át tudjuk terjeszteni ezt az informatikai területre, és át tudjuk terjeszteni a gazdaságtudományi területre is. Szóval ez egy nagy lehetőséget ad nekünk ahhoz, hogy álmodjunk. Ritka alkalom, amikor az embernek esetleg egy kicsit több pénze van, mint amit eredetileg tervezett. Van-e valami konkrét elképzelés arra, hogy ezt hogyan fogják felhasználni? Oktatói fejlesztésekre szeretnénk felhasználni, szó szerint oktatókat megnyerni, hogy jöjjenek ide Zalaegerszegre. Oktatni ez az egyik, a másik pedig eszközállományfejlesztés. Tehát az itt folyó kutatásokhoz, illetve az itt folyó tervekhez, amik majd az itteni működési területeket fogják támogatni ennek az eszközállományának a fejlesztésére. Ahhoz ugye ez azért kevés, hogy infrastruktúrális beruházásokat kezdjünk, ahhoz több forrás lenne szükség, de ezeket is megterveztük. Ez a Pannon Egyetemnek az RRF forrásokra benyújtott tervébe benne van, egy 40 milliárdos csomag, abból az a zalaegerszegi fejlesztések 12 milliárdot fognak felölelni, abból fogjuk majd tudni elkezdeni az infrastruktúrális fejlesztéseket. Milyen lehetőségei vannak az egyetemnek, az Zalaegerszegi Képzési Központnak a hallgatók bővítésére? Ez az év, ez megint csak egy nagyon jó évnek néz ki. Ugye megkaptuk az első adatokat, csak az első helyes hallgatókról beszélek, mert azok, akik valószínűleg be fognak kerülni hozzánk. A tavalyi évhez képest 50%-os bővülés volt, ami azt jelenti, hogy 250 fős elsős évfolyamra számíthatunk. Ha ezt mondjuk felszorozzuk a BSC képzések 3-3 és fél éves időtartamával, akkor ha ezt tudjuk tartani a következő években, hogy ez egy 800 fős kampuszt predesztinál itt Zalaegerszegen, ami azt hiszem soha nem volt még itt ilyen lélekszámú kampusz. Ehhez is egy nagy biztonságot ad a fegyelmezett és kiegyensúlyozott gazdálkodás, és megalapozzák azok a szakmai fejlesztések, amiről az előbb beszéltem. Van-e tervben valamilyen új típusú képzés bevezetése? Ugye megkezdtük a tesztmérnöki képzéssel a projektalapú oktatásra történő átállást, amelyik nagyon pozitív visszacsatolással rendelkezik a hallgatóktól. Zalaegerszegen három képzési területben gondolkodtunk. Az egyik a műszaki terület, a másik az informatika és a gazdaságtudományok. Na most egy képzési területen belül több szak van, például a műszaki területen belül ugye már emlegetett tesztmérnök, de ott van a mechatronikai mérnök, a gépészmérnök és Kanizsával kooperációban a mérnök informatikus. Na most ezeknél a szakoknál úgy értelmes egy projektalapú oktatás bevezetése, hogyha a műszaki csoportba az összes szakot beletesszük, tehát amikor egy komplex mérnöki feladatról van szó, akkor abba a tímbe, abba az ötfős tímbe vagy hatfős tímbe legyen gépész, legyen mechatronikus, legyen tesztmérnök, és hogy ezekből tudjunk összeállítani olyan kis csapatokat, akik már mint egy kis cég dolgoznak azon a kiadott feladaton. Ehhez az kell, hogy ezt a képzési módszert átterjesszük a többi képzésekre. Tehát mi van tervben? Az, hogy a tesztmérnök tapasztalatai alapján a műszaki csoportra átterjesztjük a projektalapú oktatást. Ennek az eszközi és egyéb hátterét is tudja biztosítani ez a jó gazdasági állásunk, amiről éppen az előbb beszéltem.